Dezinformációs kampányokra kell készülni a következő másfél évben, ezt Orbán Balázs mondta a Hír TV-ben, miután az 1956-tal kapcsolatos kijelentéséről kérdezték. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a támadásokat a békepárti álláspontja miatt kapja. Jeszenszky Géza, a korábbi külügyminiszter úgy véli, Európában és az egész világon minden tisztességes ember békepárti, csak nem ugyanazt értik ezen, mint a kormány politikusai. Nem szeretnék az üggyel foglalkozni, inkább azzal szeretnék foglalkozni, hogy mi a helyzet a háború ügyében. Orbán Balázs a Hír TV-ben beszélt erről, amikor 56-tal és az ukrajnai háborúval kapcsolatos kijelentéséről kérdezték. A miniszterelnök politikai igazgatója azt mondta, a támadásokat a békepárti álláspontja miatt kapja. Amivel engem vádolnak, ez talán csak a magyar nyilvánosság számára újdonság, nemzetközi téren a különböző háborúpárti erők ugyanezeket a dolgokat vágják a fejünkhöz mióta. Szerintem ebből egy tanulság adódik, nagyon-nagyon nehéz lesz a következő másfél év, mert rengeteg ilyen dezinformációs kampánnyal fogunk találkozni. Kövér László a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, a nemzetközi politikai és gazdasági kihívásokhoz mérve az Orbán Balázs nyilatkozata körüli hisztériakeltés csak vihar egy pohár vízben. Szerinte egyébként a kormánypártoknak nem kell aggódniuk Magyar Péter miatt, mert a Tisza párt csak azokat a szavazókat tudta összegyűjteni, akiknek elegük volt az ellenzékből. A házelnök azt is kifejtette, hibrid háború zajlik a kontinensen, Magyarországgal szemben is. Mindeközben Orbán Viktor Facebook oldalán a Liga nagygyűlésről posztolt képeket, bejegyzésében pedig azt írta, jobboldali gyűlés az olaszországi Pontidában. A patrióták erősödnek szerte Európában. Együtt elfoglaljuk Brüsszelt és visszaadjuk az európai embereknek. Már jó ideje minden bírálatot azzal hárít el a kormány, hogy ezt békepártisága, illetve a migráció ellenessége miatt kapja. Szent Iványi István szerint ez viszont nem igaz, mert mint mondja, a bírálatok nagyon konkrétak. Orbán Balázs kijelentése kapcsán azt bírálták, ami annak a lényege volt, hogy kétségeket ébresztett az iránt, hogy a NATO szövetségesi kötelezettségeit Magyarország kész-e teljesíteni. Mivel igazi elhatárolódás nem történt. Jeszenszky Géza korábbi külügyminiszter úgy véli, Európában és az egész világon minden tisztességes ember békepárti. Csak éppen nem ugyanazt értik békepártiságon, mint a kormány politikusai. Senki sem akar másnak a halálát, meg pláne nem akarja a saját népe halálát. Itt egyetlen háborúpárti van, Oroszország, illetve Putyin orosz elnök. Hogyha ő abba hagyja ezt a háborút, amit ő kezdett, ok nélkül, akkor rögtön béke lesz. Úgyhogy ez a békepártiság, ez egy félrevezető mese. Horn Gábor pedig Kövér László Magyar Péterre vonatkozó kijelentése kapcsán úgy reagált, önmagában a szöveg, amit elmondott a házelnök, bizonyítéka annak, hogy Magyar Péter kihívást jelent a Fidesz számára. Erre a kihívásra keresik a választ. Az egyik válasz, ez, amit most Kövértől hallottunk, a lesajnálás válasza. Nem számít, nem érdekes, nem igazodási pont, ami egy igazodási pontot jelent hónapok óta. Nem a Fidesz, nem Kövér László, de nem is Orbán Viktor határozza meg a kommunikációs főcsapást, hanem maga Magyar Péter. Horn Gábor hozzátette, Kövér Lászlónak abban sincs igaza, hogy a fideszes törzsszavazó bázis önmagában elég. Szerinte ugyanis a bizonytalanok fogják eldönteni a 2026-os választást. Két éves mélypontra csökkent a forint értéke az euróval szemben. Délután több mint 402 forintot kellett fizetni egy euróért. Ez egyrészt veszélyeztetheti a kormány új béremelési céljait, másrészt azt jelenti, hogy még kevesebbet ér a magyar fizetőeszköz külföldön. A Híradónak nyilatkozó szakértők szerint a forint gyengülése beleillik egy több évtizedes versenyképességi politikába, ami a beruházók külföldi cégeknek és az exportra termelőknek kedvez. A kormányülésen arról beszéltünk, hogy hogyan lehet elérni az 1000 eurós minimálbért, és hogyan lehet elérni a mostani 601 néhány ezer forintos átlagbérnek az 1 millió forintra való emelését. Tehát, hogy el akarunk jutni oda, hogy az átlagbér ma 601 néhány ezer forint, és hogy legyen az 1 millió. Ez 2-3 éven belül el akarjuk érni. Ez lehetséges. A miniszterelnök új mérceként euróban határozta meg néhány napja, milyen bérszínvonal elérését tűzte ki a kormány. Azonban ezt erősen befolyásolhatja, hogyan alakul a jövőben a forint-euró árfolyama. Márpedig a forint nem csak nehéz napokon van túl, hanem nehéz éveken. A
Az Európai Uniós csatlakozás óta eltelt 20 év során a forint fokozatosan vesztett értékéből az euróval szemben. Hétfőn már 402 forintot is meghaladta az euró árfolyama, ami 2 éves negatív rekord. Az ábrán a csaknem egyenes vonalak a sokkal stabilabb cseh koronát, lengyel zlotyit, valamint a román lejt mutatják. A forint viszont 59%-kal gyengült 2004 óta, míg a lengyel zlotyi és a korona még erősödni is tudott az euróval szemben. Brückner Gergely, a Telex gazdasági újságírója szerint a forint gyengülése beépül az árakba, de időszakosan vonzóvá is teheti a magyar gazdaságot a befektetőknek. Ugye azoknak a külföldi cégeknek, akiknek idejöttek, a forintban jelentkező költségek nem kerültek annyiba a saját devizájukban, ezért érdemes volt Magyarországon gyártaniuk. Ez egyfajta politika is volt, de vannak olyan, hát hogy úgy mondjam, egyedi problémáink is, ami miatt a mi devizánk jobban gyengült. Az elmúlt 2-3 évben az infláció volt ilyen, általában is a, mondjuk a magasabb adósság, a gyenge beruházás, a gyenge növekedés, a költségvetési hiány. A Della Podcast vezetője szerint a magyarokra nézve kedvezőtlen a forint gyengülése, akik nem érdekeltek az exportban. Hogyha a legutóbbi KSA adathoz viszonyítom azt, hogy mekkora léptékkel lehet elérni az 1 millió forintos átlagbért, az már több mint 40%-os béremelést feltételez. Ez jelenleg nincsen benne a magyar gazdaságban. Az elemzői várakozások szerint a forint továbbra is a gyengülésnek kitett devizák között marad, vagyis minden egyes árfolyam csökkenés jelentkezik majd a termékek és szolgáltatások árában, a fizetések vásárlóértékében. Megzavarták Strasbourgban Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatóját, akit hazaárulással vádolt a DK aktivistája. A nemzetközi sajtó főként az orosz-ukrán konfliktusról kérdezte a magyar miniszterelnököt. Orbán Viktor egyébként a magyar soros elnökség programjának bemutatására érkezett az Európai Parlamentbe, ahol holnap részt vesz a plenáris ülésen. Ez egy parlamenti vita, bemutatjuk a programot, aztán lesz egy kis lögdösődés, csihi-puhi, ahogy az már csak lenni szokott. Kemény napokra készült Orbán Viktor miniszterelnök, aki az Európai Unió soros elnökeként az Európai Parlamentben fogja szokások szerint bemutatni a magyar soros elnökség programját szerdán Strasbourgban. A csihi-puhi azonban már kedden a sajtótájékoztatóján elkezdődött. A DK megerősítette, hogy Gyekicki Márton érdi önkormányzati képviselőjük zavarta meg a sajtótájékoztatót. Ezen Orbán Viktort elsősorban az Ukrajna politikájáról kérdezte a sajtó. A miniszterelnököt konkrét lépésekről kérdezte az Euronews, hogyan lehetne elérni a magyar kormányfő szerint a tűzszünetet Ukrajnában. Orbán Viktor szükszavon felidézte, a nyári diplomáciai körútja után jelentést és javaslatot tett az uniós kormányoknak, hogy együttesen teremtsenek olyan környezetet, ami a kölcsönös kommunikáció, valamint a tűzszünet felé tereli a feleket, de konkrétumokat nem árult el. Nemzetközi lépéseket tegyünk annak érdekében, hogy egy olyan környezetet kreáljunk a két ország körül, amely folyamatosan a kommunikáció felé, a tárgyalás felé tolja őket, a tűzszünet elérése felé. Mikor arról kérdezték, védekezne Magyarország egy esetleges orosz támadás ellen, úgy fogalmazott, szerinte ilyen forgatókönyv nem lehetséges egy orosz támadásról. Elismételte, hogy Ukrajna nem tudja megnyerni katonai eszközökkel a háborút, és szerinte a nemzeti kormányoknak ezért saját hatáskörben kell dönteni, hogyan támogatják Ukrajnát, nem pedig közös európai tanácsi határozatok útján. Meg vagyunk győződve arról, hogy egy háborút önök nem tudnak megnyerni a hadszíntéren. Egyszerűen nem tudják megnyerni, ez a véleményünk. Kedden Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke is külön időt szentelt az Orbáni soros elnökségnek. Manfred Weber a Fidesz európai politikájában bekövetkezett változásról beszélt, és a 2011-es korábbi elnökséggel szemben a jelenlegit teljes kudarcnak nevezte. Weber szerint Orbán Viktor nyári külpolitikai körútja Vladimir Putyin orosz elnöknél, Xi Jinping kínai elnökkel, valamint a Trumpnál tett amerikai látogatása nem békemisszió volt, hanem a háborút meghosszabbító körút. Köszönöm szépen, elnök asszony, üdvözlöm. A DK-n kívül a Tisza párt, illetve Magyar Péter is készül a szerdai parlamenti ülésre, ahol személyesen kérdezheti Orbán Viktort. Több száz kisbaba vár kórházakban, miután a szüleik nem tudják hazavinni őket, és nincs elég nevelőszülő sem, akik gondoskodnának róluk. Az intézményekben éppen ezért az is előfordul, hogy folyamatosan vizsgálatokra küldözgetik a babákat, hogy legyen jogcím a bentartásukra. Az SOS Gyermekfalva kommunikációs vezetője azt mondta, legalább 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből. Megtanulnak inkább nem sírni. Ha sír és nincs, aki fölvegye, abba fogja hagyni a sírást.
Több száz csecsemő vár nevelőszülőkre a kórházakban, mert az édesanyja nem tudja hazavinni őket, olvasható az SOS gyermekfalvak videójában. Az egyik videóban bemutatott hölgy 13 éve nevelőszülő, ez a főállása. Olyat hoztam például legutoljára, aki 3 hónapot már betöltötte, teljesen egészséges kisfiúról van szó, de mivel nem volt nevelőszülő, így kénytelenek voltak egyik kórházból a másikba küldözgetni vizsgálatokra, hogy valahogy bent tudják tartani a kórházba. A Népszava cikke szerint intézményesült állami trükközés kell ahhoz, hogy elláthassák azokat a csecsemőket, akik a kórházban rekedtek. Ahogy korábban már megírták, országszerte 280-300 kisbaba töltötte élete első hónapjait kórházakban, miután a családjuk nem tudta hazavinni őket. A gyermekvédelem pedig képtelen számukra nevelőszülőt biztosítani a szakember hiány miatt. Legalább 2000 nevelőszülő hiányzik a rendszerből, de lehet, hogy még ennél is több. Az SOS gyermekfalvak kommunikációs vezetője elmondta azt is, hogy a nevelőszülők gyakran túlterheltek, hiszen akár 5-6 gyerek is van náluk. A számuk pedig nem nőtt, miközben 2020 óta nagyjából 1000 fővel több gyerek került gyermekvédelmi gondoskodásba. Az, hogy nem nőtt a számuk, az több tényezős. Mi pár évvel ezelőtt csináltunk egy felmérést, megkérdeztünk embereket, hogy mi az az indok, ami miatt ők választanak vagy nem választanak a nevelőszülőséget, és nagyon sokan azt érezték, hogy egyrészt a társadalmi megbecsültsége alacsony ennek a szakmának, másrészt pedig a pénzügyi megbecsültsége. A DK karitatív adománygyűjtést indít a kórházakban hagyott csecsemőknek. Ezek után, a babák után, ezek a kórházak nem kapnak finanszírozást, magyarul a kórház egész büdzséjéből kell megoldani azt, hogy ezeknek a gyerekeknek is legyen megfelelő ruházatuk, legyen pelenka, és ami nagyon fontos és egyre fontosabb lesz, ahogy egy gyermek cseperedik, legyenek játékaik, legyenek különböző foglalkoztató eszközeik. Rétvári Bence hétfőn a parlamentben egy ellenzéki kérdésre reagálva elmondta, a kórházakban hagyott csecsemők kapcsán nagyon gyors megoldás kell, ezért a kormány felgyorsítja az örökbefogadási folyamatot. 6 hétig nem keresi a szülő a gyermekét, sem az édesanyja, sem az édesapa, sem más rokon nem kezd el gondoskodni a gyermekéről, nem viszi haza a gyermeket, akkor ebben esetben a gyerek 6 hét elteltével örökbefogadhatóvá nyilvánított. Az SOS gyermekfalvak október 7-én az állami gondoskodásban élő gyerekek napján az elhagyott csecsemőkre és a drasztikus nevelőszülő hiányra hívta fel a figyelmet kreatív utcai gerilla akciók keretében. Helyi idő szerint az éjszakai órákban csap le az évszázad vihara Floridára. A Milton hurrikán miatt több mint 1 millió embernek kell elhagyni az otthonát, ami az állam történelmének legnagyobb kitelepítése. 1912 óta most először csap le közvetlenül hurrikán a területre, ahol több mint 3 millióan élnek. Szinte teljesen kiürültek a floridai Treasure Island utcái a Milton földetérése előtt. Az előrejelzések szerint a Milton a legmagasabb szintű 5-ös fokozatú hurrikánként éri el a floridai partokat. A déli államban még a kevesebb, mint 2 hete pusztító Helene hurrikán törmelékét sem tudták teljesen eltakarítani. Az amerikai hurrikán központ szakemberei tájékoztatása szerint a Milton maximum széllökései elérték a 270 km/h sebességet. A Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal hurrikán vadászoknak becézett munkatársai rázós repülőúton mérték a vihar adatait. Az előrejelzéseik szerint a Milton a térség történetének legerősebb hurrikánjaként érhet partot. Florida egyes környékein akár több mint 45 cm-nyi csapadék eshet, ezért a központ életveszélyes villám és városi áradásokra figyelmeztetett Tampa, Orlando és Daytona Beach környékein. Ezért több mint 1 millió ember evakuálását rendelték el a hatóságok az alacsonyan fekvő térségben. Azt nem tudjuk irányítani, hogy milyen erős lesz a vihar, amikor lecsap Floridára, vagy annak az útját. Egyedül afölött van irányításunk, hogy milyen döntéseket hozunk egyenként a magunk és a családunk védelmében. A vihar mérete alapján hatalmas pusztításra számítunk az állam több részén. Otthonokat, üzleteket újra tudunk építeni, az embereknek tudunk segíteni talpra állni, de csak akkor, ha biztonságban vannak és túlélték a vihart. Sürgette a lakosokat az evakuálásra Ron DeSantis. A floridai kormányzó szintén elrendelte egy 10 000 fős alaptábor kialakítását a St. Petersburgi Tropicana stadionban, ami a mentő alakulatok munkáját támogatja a vihar idején. Ez a hosszú autósor mutatja, hogy mennyien hallgattak a hatóságok figyelmeztetésére és kerestek biztonságos menedéket a vihar idejére.
A tampai akvárium is úgy döntött, hogy biztonságos helyre viszi az itt élő afrikai pingvineket, amelyeknek új ideiglenes otthont építettek. Hiba, hogy a magyar belpolitika került az európai parlamenti vita fókuszába, erről beszélt híradónknak a 21. század intézet elemzője. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint azonban Orbán Viktor politikája és a magyar kormány ténykedése nem belpolitikai ügy, hanem uniós szinten is fontos kérdés. A magyar elnökség problémákat vet fel, és javaslatokat tesz. Orbán Viktor hosszú idő után szólalt fel újból az Európai Parlament plenáris ülésén, ahol a magyar elnökség programját mutatta be. És ez volt az első alkalom, hogy ellenzéki politikusként és EP képviselőként Magyar Péter személyesen találkozott a kormányfővel és kérdezhette őt. Hogyan vált 20 év alatt Magyarország éltanulóból mára hivatalosan az unió legszegényebb és egyben legkorruptabb országává? A 21. század intézet elemzője hibának tartja, hogy a magyar belpolitika került terítékre Strasbourgba, és nem a magyar elnökség volt a központban. Magyarország megítélését összességében ronthatja, érezheti azt, nem a politikusokra gondolok, hanem a választópolgárokra, a Európai Unió többi lakosaira. Érezheti úgy ez az embertömeg, hogy Magyarországon ilyen veszekedés van. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke szerint az Orbán kormány tevékenysége nem belpolitikai ügy, hanem uniós szinten is fontos kérdés. Az Európa Parlament képviselőjének felszólalójának nagy része lényegében Magyar Péter álláspontját erősítette, és nem csak a magyarok, hanem a legkülönbözőbb pártcsaládoktól, a néppártól kezdve, a zöldeken keresztül, a baloldali szocdemekig sok mindenki arra erősített rá, legalább a kétharmada a felszólalóknak, hogy Magyarországon komoly bajok vannak. Would they ever blame the Hungarians? Az Európai Bizottság és a néppárt elnöke is több ellenvéleményt fogalmazott meg Orbán politikájával szemben, emiatt tovább nőhet a távolság az Unió és Magyarország között, vélekedik az ellenzék korábbi külpolitikai kabinetvezetője, aki szerint Orbán nagyot hibázott. Lehet, hogy felhasználta volna ezt az alkalmat arra, hogy enyhítsen azokon a vitákon, amik az unió és magyar kormány között vannak, hát ezeket tovább mélyítette. Lehet ezt csinálni, de ennek a következménye természetesen az lesz, hogy egyre ellenségesebb lesz az Európai Parlament vele szemben. Szent Ivány István szerint ennek meg lesz a böltje, mivel az Európai Parlament korábban is jelezte, hogy szigorítani akar a pénzek kifizetésén és a Magyarországot érintő szankciókon. Lázár János nem alkalmas miniszternek, a Facebook bejegyzésében pedig olyan stílust engedett meg magának, amire a magyar történelemben közlekedési minisztertől még nem volt példa, mondta híradónknak Vitézi Dávid. Lázár János ugyanis alpári kifejezéssel minősítette a korábban a Fidesz által is támogatott volt főpolgármester jelöltet. Karácsony Gergely méltatlannak nevezte a vita stílusát, és híradónknak azt mondta, a főváros hozzájárulása nélkül nem lehet járatokat ritkítani. Durván beleszállt Vitézi Dávidba Lázár János, miután a korábbi főpolgármester jelölt hangosan tiltakozott a hévek ritkításának terve miatt. A miniszter azt írta, erről semmilyen döntést nem született. Másrészt Vitézi Dávid a Fidesz segítsége ellenére elvesztette a főpolgármester választást, most pedig, idézzük a minisztert, Magyar Péter seggét nyalja. Nem alkalmas miniszternek. Vitézi Dávid nyugtatótea fogyasztását ajánlotta a miniszternek. Híradónknak azt mondta, a miniszter stílusa példátlan, a hév pedig azért került ilyen állapotba, mert Lázár János minden beszerzést és javítást központosított, és ezzel mindent nagyon lelassított. Vitézi Dávid elmondta, nem csak tiltakozik, javaslata is van. Bár Lázár János azt mondja, hogy nem volt ilyen levél, de hát volt, megvan nekünk, közé is fogom tenni. Tehát amikor a MÁV-hév leírja, hogy ritkítani kell a járatokat, mert nincsen elég üzemképes jármű, akkor esetleg a BKV be tud-e segíteni, tud-e valamiféle támogatást adni, hiszen elvileg mondjuk a Csepeli hévvonalán akár villamosok is járhatnának. Ez tartósan nem jó megoldás, tehát én nem támogatnám, hogy örökre villamos legyen. Vitézi Dávid szerint közben sürgősen újra kell indítani a hévkocsik beszerzését, amit egyébként éppen Lázár János állított le. Egy 4 éves ciklust fog úgy zárni közlekedési miniszterként, hogy semmilyen eredményt nem tud felmutatni, de semmit, viszont minden rosszabb lett, mint volt. És ez nyilván őt, akinek bevallott a miniszterelnöki ambíciói voltak mindig is, azért eléggé zavarhat, hiszen, hogy mondjam, nehéz azt belelátni, hogy az országot rá lehetne bízni egy olyan ember, aki közlekedési tárcát nem tud elvezetni. A főpolgármester híradónknak azt mondta, a Városháza nélkül nincs járatritkítás. Az idén megkötött új agglomerációs megállapodás is a fővárosnak tulajdonképpen az egyetértését
jelöli ki a járatok számának a meghatározásakor, és nyilván mi ehhez nem tudunk hozzájárulni. Mert az az autóforgalom drasztikus növekedését hozná, tette hozzá Karácsony Gergely. Minket egy ilyenért már karóba húztak volna politikai értelemben, mint amire most készül a MÁV-hév, tehát szerintem ezt nem tudjuk semmilyen mortokban elfogadni. Tehát arra kérjük őket, hogy oldják meg a műszaki problémákat. A VEK elnöke is elítéli a járatritkítás ötletét. Ilyen döntést egy MÁV-hév vezetése nem hozhat, hogy ő fogja és kivonja ezeket a járműveket a forgalomból. Egyetlen egy esetben teheti ezt meg, hogyha a hatóság mondja azt, hogy na ezt a járművet már nem engedem többet ki az utcán. Dorner Lajos elmondta, új kocsik beszerzése évekbe telik. Az üzemeltetőnek ezért most az a kötelessége, hogy azonnal megjavítassa a járműveket. Híradónknak a MÁV azt írta, járműhiány van, de döntést még nem hoztak. Azt is írják, hogy olyan megoldást keresnek, ami a legforgalmasabb időszakokat és vonalakat nem érinti, amelyet az utasok túlnyomó része nem is érzékel majd. Egyre több a koronavírus fertőzött Baranyában, ezért a pécsi önkormányzat egészségügyi intézményeiben kötelezővé tették a maszkviselést. A felső légúti megbetegedések száma jelentősen nő. Leginkább torokfájással, köhögéssel és lázzal érkeznek a betegek a rendelőkbe. Ez a kötelező maszk használatra felhívó felirat fogadja azokat, akik a pécsi szakrendelőkbe érkeznek. A rendelőkben folyamatosan nő a betegek száma. Egyre több a felső légúti infekcióval megjelenő beteg a rendelőben, és ezzel egy időben a dolgozóink körébe is a táppénzes napok száma megemelkedett. Feltűnő volt, hogy ez sok esetben a Covid-dal jár együtt, habár ma már nem kell tesztelni dolgozóink, a betegek megtették, hogy teszteltek. A házi orvosok is azt tapasztalják, hogy egyre több a beteg. Az elmúlt héthez képest is megemelkedett az orvos-beteg találkozások száma itt a rendelőmben, és főleg a felső légúti fertőzések száma emelkedett meg. Ezeknek az egy része covidos tüneteket is produkál, nem nagyon lehet elkülöníteni a más vírusfertőzések tüneteitől. A virológus szerint a Covid hasonlóan a többi vírushoz folyamatosan alakítja önmagát. Kemenesi Gábor szerint egyébként arra kell készülni, hogy a különféle mutánsok mindig is itt maradnak. Covid is folyamatosan csiszolja önmagát. Amit azért kőbe lehet vésni, az, hogy a Covid továbbra is veszélyes az idősekre, és veszélyes azokba a kockázati csoportba tartozókra, akiket már mindenki megtanulhatott. Itt beszélhetünk keringési panaszokról, daganatos megbetegedésről, szervtranszplantációról, diabétesről. Egy sor olyan betegség van, ami ebből a tekintetből kritikus. A szakrendelőktől eltérően két klinika kivételével a pécsi kórházakban még nem kötelező a maszkot hordani. Nem kaptunk olyan tartalmú utasítást, ami elrendelni az egészségügyi intézményekben a kötelező maszkviselést, tehát ilyen jellegű korlátozó intézkedések még nem születtek. Ezeket az intézkedéseket nyilván a járványügyi helyzettel analóg módon, illetőleg a friss számok, adatok ismeretébe hozzák meg. Az ország többi részén is figyelik a fertőzés alakulását. Volt, ahol látogatási tilalmat rendeltek el, de ezeket a korlátozásokat is feloldják, amint javul a helyzet. Az Európai Bizottság és az Európai Néppárt elnöke meg akarja buktatni a magyar kormányt, és helyette egy Magyar Péter és Dobrev Klára által vezetett kabinetet szeretne. Erről beszélt az Állami Rádióban Orbán Viktor. Magyar Péter szerint a kormányfő a rádió interjújában a csillagokat is lehazudta, és hangsúlyozta, a Tisza párt a kezdetektől fogva az Orbán-Gyurcsány korszak lezárásán dolgozik. Gyurcsány Ferenc Orbán politikai méregkeverésének nevezte, hogy nyílt színen házasságot kötött volna a DK a Tisza párttal. Ursula von der Leyen és Manfred Weber úr bejelentették, hogy ők meg akarják buktatni a magyar kormányt. Így összegezte Orbán Viktor pénteki rádió interjújában az Európai Parlament e heti plenáris ülését. A kormányfő sérelemként élte meg, hogy Strasbourgban, ahelyett, hogy fontos európai ügyekkel foglalkoztak volna, egy tagállam kormánya került terítékre az Európai Bizottság és az Európai Néppárt elnökénél. Azt is megnevezték, ők ketten, hogy kikből álljon az új magyar kormány. Hát az európai szocialisták Dobrev Kláráikat akarják delegálni, hát őt is tolták előre, neki tapsoltak, a Néppárt meg a Tisza pártot Magyar Péterrel. És világosá tették, hogy ez az a koalíció, aminek a szerződése tulajdonképpen, vagy házassága ott meg is történt a szemünk előtt.
A kormányfő hangsúlyozta, szerinte a magyaroknak lesz ehhez néhány szavuk. Magyar Péter ugyanakkor híradónknak azt mondta, a Tisza párt a kezdetektől az Orbán-Gyurcsány korszak lezárásán dolgozik. A mai rádóbeli szeánszának minden pontján villogott, vagy villoghatott volna a hazugságvizsgálógép. Ugye egy DK Tisza szövetségről hadovált, valószínűleg ezt írta meg neki most éppen Rogán Antal rendező, miközben mi a kezdetektől a Tisza pártnál az Orbán-Gyurcsány korszak, a 20 éves Orbán-Gyurcsány korszak leváltásán, lezárásán dolgozunk, úgyhogy ebből természetesen egy szó sem igaz. Gyurcsány Ferenc szerint politikai méregkeverés Orbán állítása, azaz, hogy nyílt színen házasságot kötött volna a DK a Tisza párttal, és ebben von der Leyen és Weber segített volna. A miniszterelnök valószínűleg szellemi, erkölcsi eltévedésben lehet, vagy politikai méregkeverésben, amikor ilyeneket állít. Nem csoda az, hogyha több ellenzéki párt egyformán ugyanazt gondolja, hogy történelmi, politikai, erkölcsi károkat okoz a kormány, hogy ezt le kell váltani. Ez nem kell házasság, egyszerűen nézik el az országot. A stábunknak nyilatkozó politikai elemző kommunikációs fogásnak nevezte a miniszterelnök mondatait, amiről valójában szó sem volt a strasbourgi ülésen. Orbán Viktor nyilván nagyon tudatosan próbálja meg elhitetni az övéivel, hiszen az az érdek, hogy összenyomja, ami szerinte összetartozik, ugye a Tiszát kvázi begyurcsányozza, de erről nem volt szó. A Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke hozzátette, az Európai Unió parlamentjében 12% áll Orbán mögött, amit főként a szélsőjobb alkot. Óriási lendületet vesz a gazdaság. 2025-ben a növekedés 3-6% között lesz. Egyebek közt erről beszélt Orbán Viktor az állami rádióban. A növekedéshez Nagy Márton szerint mozgósítani kell a belső munkaerőpiacokat is. A foglalkoztatási rátát 2030-ig 85%-ra kell emelni. Egy munkaerő közvetítő cég vezetője szerint ez nem lesz egyszerű feladat. Közben a nemzetgazdasági miniszter azt is elárulta, 2028-ban lehet 1000 euró a minimálbér és 1 millió forint az átlagbér Magyarországon. Óriási lendületet fogunk adni a magyar gazdaságnak. Ehhez a kormány a megfizethető lakhatásra, az 1 milliós jövedelemre és a munkáshitelre, illetve a vállalatok méretugrására fókuszál. A miniszterelnök szerint mindez 3-6%-os gazdasági növekedést eredményez majd. Ezt még nem fogjuk látni ebben a negyedévben, sőt még a negyedik negyedévben sem, mert itt a növekedés inkább az 1-2% között lesz, de a következő év 2025 első negyedében ott óriási lendületet fogunk majd venni. A növekedéshez a nemzetgazdasági miniszter szerint fontos az is, hogy továbbra is kitartsanak a munkaalapú gazdaság mellett. Fel kell tárni a munkaerőpiaci tartalékokat és a foglalkoztatási rátát tovább kell emelni a 20-64 kategóriában 85% közelébe, ami most 81% körül van, tehát van még itt tenni mit. A tárcavezető hozzátette, a 85%-os foglalkoztatottság 2030-ig könnyűszerrel elérhető. Az egyik munkaerő közvetítéssel foglalkozó cég kereskedelmi igazgatója viszont azt mondta, ez nem olyan egyszerű, hiszen egyre nehezebben mozgósíthatóak az inaktív emberek. Ráadásul 2030-ra a digitalizáció még nagyobb szerepet kap a munkaerőpiacon is. Azok, akiknek a munkája kiváltható, mert repetitív, vagy olyan feladat, aminek a kiváltására már alkalmasok ezek a technológiák, bizony, ha nem kapnak átképzést, hogyha nem történik valami annak érdekében, hogy őket hogyan foglalkoztassák tovább, elveszíthetik az állásukat. Annak érdekében, hogy minél több ember foglalkoztatva legyen, nagyon fontos az, hogy felnőtt képzésbe egyrészt forrásokat biztosítsunk, másrészt ösztönözzük mind a cégeket, mind a munkavállalókat arra, hogy egyfajta élethosszígtartó tanulásban vegyenek részt. A magyarok átlagkeresete tavaly a negyedik legalacsonyabb volt az Európai Unióban. Ehhez képest Orbán Viktor egy hete már azt mondta, milliós átlagbért és havi 1000 eurós minimálbért szeretne. 2-3 éven belül el akarjuk érni, ez lehetséges. Nagy Márton viszont távolabbi céldátumot tűzött ki a kormányfő által említett bérekkel kapcsolatban. 2028-ra lehet 1000 eurós minimálbér, ez 400 000 forintot jelent. Ezt könnyű kihozni. Nem azt gondolom, hogy nem kell erőfeszítéseket tenni. Azt gondolom, hogy ez nem olyan ambiciózus cél. És 1 millió forintos átlagkereset. Nagyon fontos a szó, átlagkeresetről van szó.
Közben a kormány célként tűzte ki azt is, hogy a Demján Sándor programmal segíti a kisvállalkozókat. Voltak erről egyeztetések. A VOSZ főtitkára híradónknak elmondta, ez a Széchenyi Kártyaprogram további fejlesztését, tőkeprogramot és olyan támogatási rendszereket jelent, amik a versenyképességet és a zöld átállást segítik. Minden abban az irányban mutat, hogy a jövő évtől még jobban koncentrál a kormányzat, a gazdasági kormányzat a hazai KKV szektorra, amit nagyon támogatunk és nagyon egyetértünk vele, hiszen rendkívül komolyak és rendkívül ambiciózusak a kormányzat béremelési, vagy bérfejlesztési, bérfelzárkóztatási tervei, ezek nem mennek anélkül, hogy a hazai KKV szektort meg ne erősítsék. A kormány a 20 elemből álló részletes gazdasági akciótervet jövő héten mutatja be.